Műsorunkban láthatják, felbögtek a motorok. Az április 4 motoros klub szervezésében június 5-én a Tápióbicskei motocross pálya adott otthont a magyar bajnokság utolsó állomásának. Ballagás. Az Úri Szent Imre Általános Iskola és AMI június 11-én búcsúztatta végzős tanulóit. Fejlesztések Úriban. Haraszt Imre polgármester tájékoztatást adott a folyamatban lévő fejlesztésekről, a tervekről és a megvalósult beruházásokról. 16. sűsápi futónap. Június 12-én a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány szervezésében 16. alkalommal különböző távokban állhattak rajthoz a futás szerelmesei. Volt növendékek előadása. Még május végén az Úri Szent Imre Általános Iskola és AMI művészeti tagozata volt növendékeinek előadására várta az érdeklődő lakosságot. Köszöntöm Önöket, Verocki József vagyok. Mai műsorunkban több alkalommal találkozhatnak Úrival. Az első bejátszás is a községről szól. Haraszt Imre polgármesterrel körbejártuk a települést, megnéztük az új tornatermet, beszélgettünk a jövőbeni fejlesztésekről, és megnéztük, milyen beruházásokat adtak át Úriban az elmúlt időszakban. Szépülnek a települések a Tápió vidéken. Úriban több beruházás elkészült, és a jövőben is várható, hogy a község tovább fejlődik. Haraszt Imre polgármesterrel elsőként a tornateremről beszélgettünk. Jól haladnak a dolgok, a burkolások megtörténtek, ajtóbeállítások megvannak, vizes blokkok megvannak, fűtésrendszere megvan, úgyhogy szépen halad. Nagyon hosszú volt ez a folyamat, még eljutottunk idáig, de én úgy gondolom, hogy megérte ez a dolog, és bízunk abba, hogy nagy örömmel fogják diákjaink használni az új tornatermet. Milyen tornaeszközök jöttek? Ezt ugye az iskola igazgatóval egyeztették. Igen. Nem is tudnám felsorolni, mert azt hiszem ilyen 32 tétel, amit megrendeltünk. Ezek az eszközök, ezek a kosárlabda, röplabda, tehát bordásfal, szőnyegek, kötél, mászókötelek, tehát nagyon-nagyon sok minden, és ezt így közösen igazgató asszonnyal és a tornatanár úrral egyeztetve igazából az ő igényeiket teljesítjük ezzel. Mi megkérdeztük, hogy mi az, ami kellene ebbe a terembe ahhoz, hogy minden egyes olyan feladatot, tornát el tudjanak végezni, ami szükséges a gyerekeknek. Ezt összeírták, és ez jövő hét folyamán kerül leszállításra. Szeptemberben már itt kezdenek a diákok? Igen, mindenféleképpen itt kezdenek már a diákok. Mi nagyon örülünk annak, hogy ez így lesz. Itt, ahogy az előbb is mondtam, igen hosszú idő telt el azóta, de azt hiszem, hogy a végeredmény majd magáért fog beszélni. Itt állunk most a templom feljárónál, és itt is lesznek felújítások, illetve egy rész az mindenképpen. Igen. Következő olyan felújítás, amit szeretnénk elvégezni, ez a útszakasz, amiből igazából templom feljáró a neve, de a főutat és a Rákóczi utat köti össze. Elég nagy forgalmat bonyolít le településünk központja felé. De rengeteg gyerek jár ezen a részen le, iskolába, munkába járnak az emberek, és mint látni lehet, nagyon rossz állapotban van a lépcső mellett. Mi úgy hívjuk ezt, hogy babakocsi feltoló, mert azért készült, hogy a babakocsival jövők is tudják használni ezt az útvonalat, és ennek a felújítása történik meg, ami korláttal együtt lesz, tehát egy korlát is épül mellé, és egy gyönyörű szakasz, hát bízom benne, hogy hosszú idő után ez is egy picit rendbetéve nagyon hasznos dolog lesz. Most egy fakorlát van, marad-e a fakorlát, vagy most már egy modernebb, valamilyen másfajta korlátot kap ez a terület? Amikor elkészült ez az egész, akkor úgy beleillett a képbe a fakorlát, de sajnos ez elég gyenge, nem nagyon tudjuk megerősítgetni, és egy fémkorlát lesz majd a fakorlát helyett, és akkor reméljük, hogy azzal meg tudjuk oldani a problémát. Mikor lesz ennek a befejezése?
Évvégéig van határidőnk a befejezéssel, jövő hónap elején szeretnénk átadni a munkaterületet, és akkor lehetne kezdeni a munkát. Én úgy gondolom, hogy azért egy 2-3 hét alatt el fog készülni ez a munka, legalábbis bízunk benne. Polgármester, úgy tudom, hogy az ön háta mögött lévő területre már ugyan belett adva korábban egy pályázat, ami hát vagy nem volt sikeres, vagy tartaléklistára került. Mi lesz ezzel a területtel? Mi a jövőbeni céljuk? Igen, erre már beadtunk egy pályázatot. Ez az úgynevezett kispálya, a régi kispálya, amit használt régen az iskola. Most már nem használják semmire, és azt gondoltuk, hogy itt a település közepén egy gyönyörű parkot tudnánk létrehozni. És neki is indultunk a pályázatnak, megterveztettük, egyeztettük, benyújtottuk a pályázatot. A pályázatunk az sajnos tartaléklistára került, de ígéretet kaptunk, hogy július körül újra kijönnek ezek a pályázatok, és akkor már talán sikeres eredménnyel tudunk pályázni újra erre a részre, ahol egy gyönyörű parkot szeretnénk kialakítani, egy kis sétálót ösvényekkel, egy icipici parkolóval, ezt a kis hidat is szeretnénk ilyen fahíddá átalakítani, és szeretnénk még ott a műutat is megcsinálni, tehát ennek a környezetét is szeretnénk rendbe rakni, és úgy gondolom, hogy egy gyönyörű kis parkot tudnánk létrehozni itt ezen a részen. Van itt az ön háta mögött ez a kerítés elem, ez a kerítés rész, akkor véletlenül ez is alapos alappal együtt eltűnik majd. Igen, igen, mindenféleképpen ez is el fog tűnni. Lebontjuk, itt egy egyöntetű, szép, tiszta terület fog lenni. Szerettük volna úgy, hogy ilyen picit magas ágyásokkal megcsinálni a parkrészeket, a kialakítását, és ezt a kerítést is le fogjuk természetesen bontani, meg a kapuháta mögött lévő területet, és akkor úgy gondolom, hogy egy nagyon kellemes kis sétára alkalmas pihenővezetet tudunk létrehozni itt ezen a részen. Folyamatosan adják át a belterületi utakat is. Sikerült most az utóbbi időben újabb utakat megújítani. Igen, hála jó Istennek, ebbe az évbe eddig 2 darab utat tudtunk megújítani, a Rákóczi utat és itt a Mendei utat, ami nagyon hosszú szakasz mind a kettő, a Rákóczi út is közel 1 kilométer hosszú, és ez a Mendei út is, ahol most vagyunk, ez is több mint 900 méter hosszú. Hál' Istennek ezeket is fel tudtuk újítani ezeket az utakat, nagyon ráfért már ezekre az utakra is, mint minden utunkra. És nagyon nagy örömmel tölt el, meg a lakosság is szívesen fogadta ezt a felújítást, és nagy örömmel tudtuk birtokba adni már ezt az útszakaszt. Ez is egy Mendei út is egy 2 részből áll, van egy felső és egy alsó szakasza, tehát egy 480 méteres, meg még egy 450 méteres szakaszból áll, és én emlékeim szerint ez az út, mióta én emlékszem, most lett először aszfaltos, és minket is nagy örömmel tölt ezzel. Most ugyan 2 útról beszélünk, ami átadásra került, illetve ebben az évben elkészült. Várható-e még, hogy az idén valamire sikeresen pályáznak, lesz lehetőségük? Igen. Köszönjük a segítséget itt szintén ezeknél az utaknál is országgyűlési képviselőnknek, Cerván György úrnak, és ígéretet kaptunk Cerván úrtól, hogy még tovább tudjuk folytatni az utainkat, mert sajnos az adottságok miatt, hogy dimbes, dombos ez a kis úri, gyönyörű, szép, de amikor vannak ezek a mostani esőzések, felhőszakadások, ez bizony nagyon katasztrofális dolgokat tud itt nálunk alkotni, és ha meglesznek az útjaink, hogy esetleg minden utunk műút lenne, hát ezen igyekszünk, de ebbe az évbe is szeretnénk még legalább egy-két utcát, ha meg tudnánk pályázni. Képviselő úrtól ígéretet kaptunk rá, hát nagyon bízom benne, hogy tovább tudjuk folytatni az utaknak a felújítását, javítását, burkolását, és még ezekkel együtt azért a járda programot is szeretnénk folytatni tovább. Még talán májusban adták át ezt a C-típusú sportparknak elnevezett ilyen sportszigetet. Nem is most pályázták meg, talán egy pár éve azért már vár erre a település. Igen, egy picit régebben pályáztuk már meg ezt a C-típusú fitness
kültéri fitness parkot, mert ez a hivatalos neve neki, és mi is szerettük volna, hogy legalább egy egyelőre lenne a településünkön. Szeretnénk több részre is ugyanígy létrehozni ezt a fitness parkot, és most tényleg egy-két hete volt a műszaki átadása, neki végre elkészült, nagyon jó helyen lett, itt egy kis grund van mellette, focizni szoktak a környékbeliek, meg hát lentről az alvékbel is feljárnak, tehát jó kihasználtságnak néz elő ez a fitness park, én úgy gondolom, és nagyon örülünk neki, hogy egy sportolási lehetőséget tudunk még pluszba biztosítani a lakosoknak a részére. Én úgy látom, hogy azért a településen próbálják elosztani azokat a pihenőparkokat, játszótereket, kis részeket, hogy mindenhova jusson valami. Igen, szeretnénk azt, hogy a település minden részén egy picit valami legyen használható sportolási, pihenési lehetőségre. Játszóterekkel is így vagyunk, tehát próbáljuk minden részre egy picit úgy tenni, hogy az emberek, az ott lakók ne kelljen sokat gyalogolni, bringázni, vagy esetleg autózni, de hát azt hiszem a mozgás meg mindannyiunknak kellene igazából. Itt most a fiúk használják is, mennyire rendszeres ez, hogy azért itt megfordulnak fiatalok, netán felnőttek, hogy egy picit edzést tartanak. Örömmel vesszük azt, hogy minden korosztályt látunk használni, tehát a nagyon fiatalok is nagyon szívesen használják, mint ahogy láttuk, azért ők nagyon ügyesek, fürgék, jól mozognak, de a idősebb korosztályt is látjuk, mert ők is úgy érzik, hogy kell a mozgás az egészségük megtartásához. Én úgy gondolom, hogy ez a kormány részéről ez a program, mert tulajdonképpen ez egy program volt, mert ezt meg kellett pályáznunk, és a kivitelezést is mindent a kormány intézett, mi csak átvettük, készen megkaptuk, és úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó elképzelés, egy nagyon jó program volt. Esetleg terveznek-e még hasonlót, vagy legalábbis a sporthoz köthető fejlesztést a településen a jövőben? Mindenféleképpen szeretnénk, most egy kerékpárúton is gondolkodunk, tehát egy központi kerékpárút létesítése is tervek között van. Azt hiszem 23-án megyünk Vecsésre, ezzel egy megbeszélésre, egyeztetésre, de ilyen fitness parkot is szeretnénk még a település két részén legalább létrehozni. Bízom benne, hogy sikerrel fogunk járni. A Tápió Bicskei április 4 motoros klub szervezésében június 5-én országos motocross bajnokság került megrendezésre. Ezen a napon több osztályban rajtoltak a versenyzők, a szép számú érdeklődő közönség megelégedésére. Ismét felbögtek a motorok Tápió Bicskén. Június 5-én Magyarország nyílt nemzetközi CL4 offroad motoros iskola motocross bajnokságát, valamint Magyarország nyílt nemzetközi motocross senior bajnokságát rendezték meg. Gyevát Ferencet elsőként a Tápió Bicskei április 4 motoros klubról kérdeztük. Szerintem országos szinten egyik legrégebbi egyesületünk a Tápió Bicskei április 4 motoros klub. 77-ben alakult az egyesületünk, akkor még a régi nagyok úgymond az MZ-s korszakból, meg a minicrossból, ők alakították ki a először az Agyigácsóba motoroztak ezek a fiatal srácok, és akkor utána átköltöztek a Kalapos Dombra, és egészen ott voltunk 2010-ig, de alakítottunk egy új pályát itt Tápióbicske és Tápióság határába. Nem kis feladat volt az egyesületnek onnan átköltözni egy teljesen szűz területre, és ez volt 2010-ben, és ugye most már a 12. éve ezen az új helyszínen vagyunk. A régi pályán is körülbelül 10 évet mi foglalkoztunk, tehát a jelenlevő csapat foglalkozott itt a motocrosszal, akkor egy kicsit újraélesztettük, és nagyon büszkén tölt el bennünket és a csapatomat is úgy, hogy az országban egyedülállóak vagyunk, akik folyamatosan minden évben motocross versenyt rendeznek, ez most már a 21. év, és nem maradt ki, tehát egyedüliek vagyunk az országban, és ez tényleg egy nagyon jó érzés itt a srácoknak, és ezek a dolgok visznek előre bennünket, hogy 21 évben nagyon sok mindent megértünk, és mindig azt mondjuk, hogy nagyon nagy teher, nagyon sok munka egy ilyen rendezvénynek a lebonyolítása,
De amikor látom itt a közönséget, ismerősöket, barátokat, mindenkit lehet mondani, hogy jó érzéssel jönnek el, akkor elfelejtsük ezeket a nyűg bajokat. Az utóbbi időben volt bővülés, szépülés itt a pályán. Igen, hát bővültünk egy épülettel, amit nagyon szépen köszönjük itt az országgyűlési képviselő úrnak, Cervan György úrnak, hogy ezt a pályázati lehetőségeket nyújtotta részben nekünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez valahol az ő érdeme is, mert sok ismerős egyesület mindig kérdezi, hogy honnan, miből. Hát ezeket a pályázatokat figyelni kell, és az országgyűlési képviselő úr is, mikor először kijött ide erre a rendezvényre, tátotta a száját, hogy ez a domb mögött, ez ilyen komoly rendezvény. És ugye hát több alkalommal itt volt már a képviselő úr, és szeret, én most mondhatom, már szeret ide kijárni erre a rendezvényre, mert azért ez lehet azt mondani, hogy ez a tápjómentett térségnek a legnagyobb sportrendezvénye, én úgy gondolom. Egy óra körül indult talán az első verseny a mai napon, de azért itt reggeltől már ment a munka keményen a motorosok számára is. Igen, hát úgy néz ki egy ilyen nap, hogy általában felnőtt kategóriának rendezünk, bár az utánpótlás korosztályt is szeretnénk megcélozni, jövőre lehetséges, hogy a gyerekeknek is, ennek az 50-60-85-nek is rendezünk versenyeket. Kaptunk itt helyi támogatóktól ígéretet, hogy csináljunk kétnapos versenyt, és akkor szombati nap a gyerekekről szól, és akkor vasárnap meg a felnőtt kategóriáról. Hát ez a mai nap ez úgy néz ki, hogy ugye itt reggel 8:30-kor elkezdtek a szabad edzésekkel folytatni. A legidősebb kategória a szenior kategória, akik általában ilyen 38 éves kortól egészen a legidősebb versenyzőnk. Pont most ránézek, itt áll velem szembe Finster Zoli, ő már közelebb van a 70-hez, mint a 60-hoz. Ez a szuper szenior kategória. Hát ők is szép számai 25-30 fővel részt vesznek ezen az eseményen. Utána jön az amatőr kategória, abban a 2T osztály és az MX1 harmadosztály, utána az MX2 harmadosztály, és akkor a legvégén ugye itt láttuk az előbb az első futamok, lementek a profi kategória, az első másodosztály, amik nagyon szép harcot vívtak itt az élmezőny, úgyhogy le a kalappal előttük, és most a riport után megyek oda hozzájuk gratulálni, hogy mindent megtettek itt a nézőknek a szórakoztatása véget. Versenyzők tekintetében mennyire volt felkapott a mai nap? Hát én úgy gondolom, ezt a tápióbicskei pályát nem kell reklámozni a versenyzőknek, szívesen jönnek ide. Én azt látom, hogy ezen a rendezvényen mindenkit ki kell szolgálni. Tehát ki kell szolgálni a nézőket, ki kell szolgálni a versenyzőket, hiszen ezért a versenyzők fizetnek, vagy a csapat szponzor fizet nevezési díjat, amit gyakorlatilag az egyesület kasszájába utalnak át ezeket a pénzeket, de én azt gondolom, hogy ide a versenyző, mikor olyan jó érezze magát, azon kívül, hogy ugye ez versenysport, én azt gondolom, hogy szeretnek ide jönni a versenyzők, szeretnek kilátogatni a nézők, ugye itt lehet látni, hogy elég számos néző kilátogatott, tehát én azt vallom, hogy ne csak a pénzről szóljon ez, hanem arról, hogy itt mindenki jó érezze magát. Polgármester úr, amikor ide érkeztünk, akkor éppen köszöntette a versenyzőket, illetve az ide látogatókat, és azt gondolom, hogy jogosan, hiszen Tápióbicskén a motocross az nagyon híres, és valahol én azt hallottam, tehát így ebből a beszédből, ha bár távol álltam, hogy azért ezekre mindig ki szokott jönni. Igen, általában ki szoktam jönni. Nem az én sportágam, tehát életemben nem motoroztam, és nem is tudok motorozni, de talán pont ezért gondolom azt, hogy ezek őrültek. Minden tiszteltem az övékét, tehát én semmilyen féleképpen nem ülnék fel egy ilyen motorra. De egyszerűen nagyon látványos, fantasztikus az egész hangulat, az atmoszféra. A közönség meg van őrülve, amikor elrajtolnak ezek a motorosok. És igen, hát több mint 30 évre visszanyúló történelme van már Tápióbicskén. És amit kiemeltem a köszöntéskor is, vagy a megnyitóban, hogy 21 évig folyamatosan van verseny, és ilyen sehol máshol az országban nincs, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre. És hogyha fejlődésről beszélünk, a technikai sportok, hogy látja, mit hoz a jövő ezeknek a sportoknak, akár itt Tápióbicskén?
Nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy egy nehéz időszak előtt állunk. Valószínűleg egy nagy válság előtt állunk. És nagyon azon az ilyen technikai sportoknál ez nagy nehézséget fog okozni, de az biztos, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy itt fennmaradjon ez a Motocross Egyesület, és hogy a versenyek is minden évben megrendezésre kerüljenek. Rajtunk nem fog állni, az biztos. Most nagy csatára van készítve a 14-es és a 19-es. A 19-es a TM nyergében és Menyhárt mellett is elmegy, illetve Sallait, a Kawasaki Sallait is már maga mögé tudta utasítani, így két körön belül két pozíciót is javított a fiatal 2-es kategóriában érdekel. És ezáltal a 22-dik mögötte Kismárk 5-15-össel, a 8-dik a 9-dik 120-assal Hatteyer Boton, a 10-dik 6-35-össel Lakatos Ábel, a 11-dik 206-ossal Pászkai Dominik, a 12-dik 89-essel Ezer Péter, a 12-dik helyen érkezik a másodosztály MX1-es kategóriának első helyezése, ő az az előbb említett Ezer Péter, Reinitz Oliver követi őt, 13-dik a 14-dik Borbás Balázs, 15-dik Ábrahám Patrik. Június 12-én a 16. sűsápi futónappal megkezdődött a Tápiómenti Tömegsport Alapítványnál a szezon. Az év első tömegsport rendezvényét szép sorban követik ezen túl a programok. A következő egy túrás program lesz, a Fáji túra július 23-án. 10,5. Június 12-én rajtozáltak a futók. A TTA 2007-től rendezi meg a sűsápi futónapot. Az elmúlt 16 évben több ezren róhatták a köröket. Orinka László megválasztását követő évben indult el az együttműködés a Tápiómenti Tömegsport Alapítvánnyal. A polgármester azóta vesz részt a megmozduláson. 2007-től van sűsápi futónap, tehát ha végig számoljuk, akkor ez a 16. alkalom. Ugye tavaly ősszel, októberben volt talán a sűsápi futónap, akkor a 15. jubileumi futónapot ünnepeltük, és hát valóban a 2006-os megválasztásomat követően az első évben, már 2007-ben a TTA-val együttműködve sikerült megszervezni ezt a versenyt, és azóta minden évben. Hát kezdetben szőlős nyaralón a Kastélykertben tartottuk ezt a versenyt, aztán jobb versenyhelyszínnek bizonyult a sápi település rész, úgyhogy azóta itt van a versenyünk. És akkor is futott már? Igen, de nem abban az értelemben, ahogy most. Tehát most mondhatom, hogy rendszeres futó vagyok. Akkoriban a becsület és a tisztesség meg a példamutatás vitt a futóversenyre, hogy ezzel is motiváljam a sűsebbiakat, hogy én is ott vagyok. Azóta egy néhány éve, 5-6 évvel ezelőtt egy kicsit én is ráálltam a futásra. Korábban ugye én fociztam, ha tehettem elsősorban. A térdem több sérülése miatt most már inkább csak a futás maradt. Sport, ön hogy látja, az ilyen jellegű versenyek hoznak-e magukkal, kinevelnek-e olyan fiatalokat, olyan felnőtteket, akik kezdők, újrakezdők, akik beállnak sportolni és egészségesebb életet élnek? Én biztos vagyok benne, hogy igen. Nyilván nem tömegekről beszélünk, de én nagyon sok olyan embert ismerek, akik akár a sűsepi futónapoknak, vagy egy olyan példa követése kapcsán kezdtek el futni, ami közel áll hozzájuk, és látták a pozitív változásokat mondjuk azon a személyen, akit ők tiszteltek, szerettek, és elkezdte a futást, és ők is elkezdték ezáltal, tehát hogy igenis van ennek ilyen hatása, akár a családomból is tudnék ilyen példákat mondani, tehát hogy rendszeresen fut két lányom is, úgyhogy feleségem is most a kicsit abba hagyta, de ő is rendszeresen fut, tulajdonképpen mondhatom. 3,7-es befutók vannak most, és hamarosan 10,7 km, és ön ezen indul?
Így van, futottam én már félmaratont is a sűsepi futónapon, most nem vagyok abban az edzettségi állapotban, úgyhogy most marad a 10,7 km, és hát kezdetben, amikor még csak ilyen hobbi szinten, vagy hogy mondjam, tehát hogy csak a foci mellett úgy elindultam a sűsepi futónapon, akkor jellemzően azért 3,7 km nekem bőven elég volt, úgyhogy ez a köztes táv, ez az, ami most szerintem nekem megfelelő lehet. Picit a szervezők változtattak a meneten, és most a felnőtt, a hosszú távfutások kerültek a nap elejére. Igen, ennek az az oka, hogy június 12-ét írunk, és ilyenkor jó eséllyel már elég meleg az idő, és minél korábban szerettük volna elindítani a hosszú távot, hiszen cél lenne az, hogy lehetőleg ne a 30 fokos déli hőségben kelljen futni, hanem még viszonylag a kora reggeli, nem annyira kora reggeli, de azért mégis reggeli, egy kicsit hűvösebb időben, hát ez most az a 23-24 fok szerintem még azért eléggé elviselhető. Május az eredeti időpontja, ugye az elmúlt három év egész pontosan a vírus miatt került október hónapba megrendezésre. Ugye most megpróbáltunk visszafelé közelíteni az eredeti időponthoz, de nem voltunk benne biztosak, hogy mit hoz ez az év, ezért választottuk a június hónapot, tehát valóban nagyon jó idő sikeredett. Egyébként is él ez a szlogen itt körülöttünk, hogyha ha mi itt futóversenyt szervezünk, akkor a város lakói ne tervezzenek szabadidős programot otthon, mert esni fog az eső. Most szerencsére ezt megúsztuk, sőt, kifejezetten jó idő van. Ami eső leesett, az leesett a hét előző napjain. Minden futóversenyen most tendencia, hogy egy pici visszaesés van. Ti hogy tapasztaltátok ezt? Az összes többi versenyszervező arra panaszkodik, vagy az a tapasztalata inkább, hogy csökken, 20-25-30%-os létszám csökkenések vannak. Most, hogy ennek igazából mi az oka, ezt nem tudjuk. Nagyon sok verseny is van, futóverseny a környékben is, meg országos szinten is, tehát ezek is, tehát van miből válogatni, és de összességében elégedett vagyok. Tehát itt megkevertük egy kicsit az időrendet a szokásokhoz képest, mert ugye a felnőtt futamokkal kezdtünk elsősorban a meleg időjárás miatt, hogy ne délbe fussák a 10 km-t félmaratont. Tehát reggel volt egy nagyon szép létszám, aztán egy kis szünet, és akkor jöttek a gyerekek 12 órát, a lovisok és az iskolás korosztályok, akkor megint benépesült a sportpálya és a környéke. Most már az eredményhirdetés legvége fog következni, most már tényleg csak azok vannak itt szinte, akik érintettek lesznek ebbe a kategóriában. A Tápiómenti Tömegsport Alapítványra jellemző, hogy ahol megtelepül, ahol programot szervez, azért próbálja a települést is bemutatni valamilyen módon. Így volt ez ma itt is, Sűrűsápon, hiszen megújult, megszépült a Kapáshely történeti gyűjtemény. Így van, ezt valamikor a rendezvény elején
már kipróbáltuk, összekötöttük, akkor igaz túrát is szerveztünk, összekötöttük a sportot egy kicsit a helyismerettel, helytörténettel, és valóban, hogy megújult ez a Kapás József helytörténeti gyűjtemény, ez itt van a szomszédban, gyakorlatilag egy jó lehetőség arra, hogy akit érdekel, hogy kíváncsi ezekre a dolgokra, az átsétálhat, ingyen bértmentve meg tudja nézni ezt a tárlatot. Több mint 1000 tárgy van kiállítva itt a paraszti gazdasági élettel kapcsolatos témakörben főként, de úgy tudom, hogy néhányan át is mentek, hogy hányan pontosan nem tudom, de nem is az az érdekes, aki átment, az biztos, hogy értékekkel ment haza. Visszatérve a gyerekekre, ők ugyan délben futottak, igen jó időben, ezt nem is ragoznám, de azt láttam, hogy jó ízűen fogadták azt, hogy üdít kis sütemény, talán csoki is várta őket, miután végeztek a futamukkal. Így van, jó időben, jó hangulatban, lelkesen futottak, óvodások is elég szép számmal voltak. A nagyobbak már egy kicsit kevesebben, de gyakorlatilag mindenki jól érzi magát. Ehhez nagyban hozzájárul egyébként az időjárás, hogy ennyire jó. A végén pedig valóban frissítőt, süteményt kaptak, üdítőitalt kaptak, csokoládét vagy nápoit, tehát, és aztán a legvégén meg az eredményhirdetésen a helyezettek meg sportszereket, ajándékokat, cserleget, érmeket, okleveleket. És ugye a legtöbb gyermeket felvonultató intézmény is megkapta a maga ajándékát. Így van, az óvodásoknál most is ki lett írva egy ilyen verseny, tehát a legnagyobb létszámmal érkező óvodás csoport az önkormányzattól kapott egy ilyen sportos, játékos ajándékcsomagot, illetve csoportok kaptak egy ilyen sportos ajándékcsomagot. Következő TTS rendezvény? Következő programunk az július 23-án Gombán lesz, a Fáji túra. Oda várunk mindenkit nagy szeretettel, aki szeret túrázni. Kedves nézőink, műsorunk második részében az Úri Szent Imre Általános Iskolával foglalkozunk. Megmutatjuk a ballagás fontosabb részleteit, és válogatást láthatnak a művészeti tagozat volt növendékeinek bemutató előadásából. Maradjanak velünk!